Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket. Csonk Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Én közel 25 éve természetgyógyászkodom, amikor elkezdtem, azt hittem, ezzel tudok az embereknek a legtöbbet segíteni. De láttam az eredményekből, hogy a gyógyítás csak időnyerés, nem ez a megoldás. Az embereknek úgy tudunk a leghatékonyabban segíteni, ha élni tanítjuk meg őket. Ehhez itt minden tudás megvan a PPH-ban, komplex, minden életterületre, olyan módszerek, amik az alkalmazáshoz nélkülözhetetlenek, és megkapjuk a személyes segítséget a vezetőktől és Szeddacsik Miklóstól. Tudunk segíteni, hogy minél többen felkészülhessenek, alkalmassá váljunk együtt, és együtt megvalósíthassuk az új elnyomásmentes aranykort. Azt éreztem, hogy valami hiányzik, 11 rendszert megtanultam, de nem kaptam válaszokat. Itt a PPH-nál mindent megkaptam. Az embereket nem gyógyítani, tanítani kell, képessé váljanak együtt, egyedül megoldani a felmerülő problémáikat. Én is minden életterületemmel sokkal jobban tudok bánni, és ezzel a tudással az embereknek valódi segítséget tudunk adni, amivel a saját életüket tudják rendezni. Nincs nagyobb öröm egy szülő számára, amikor a gyerekeit is itt látja, az én lányom is itt tanul. Ő is vezető szinten van már, és nagyon büszke vagyok rá. Megtalálta önmagát, itt megtalálta a PPH-ban a párját is. Kaptam a csapatommal egy tenni akaró jó embereket, és nincs jobb érzés annál, ha látjuk, hogy segítettünk, segíthettünk, a társaink tudnak fejlődni, és ezeket a fejlődéseket együtt velük végigélni, ennél nincs csodálatosabb dolog. Az előadásokra, akik komolyan veszik, és mindig élőben ott vannak, úgy jönnek, mint akik hazajönnek. És látjuk rajtuk, hogy kezdik megtalálni önmagukat, rendbe teszik az életüket, és ezt mindezt azért teszik, hogy másoknak tudjanak segíteni. Én csak Szeddacsik Miklós szavait tudom idézni, az emberek várják Isten segítségét, közben Isten vár ránk. De Isten sem tud segíteni, amíg meg nem hozzuk a döntést, mert csak azoknak tud segíteni, akik az útjukon vannak, és teszik a dolgukat. Ha küldetéssel születtem le, nem tehetek mást, tennem kell. Ehhez megkapunk mindent. Ha vállaltuk és tesszük, akkor ott lesz az idő, ott lesz a pénz, és ott lesz szó szerint minden, fentiektől megkapjuk. A felkészülést mindenkinek magának egyedül kell megtennie. Viszont ebben tudnak segíteni a vezetők, és Szeddacsik Miklós is. Én is szeretnék egy pár szót szólni magamról. Civil foglalkozásom, jelenleg még szivattyúgépészként dolgozom. Párkapcsolatban élünk, Rákóczi falváról érkeztünk. Tulajdonképpen természetgyógyász közegben öltem fel, tehát én a családomtól, a szüleimtől nagyon sokat kaptam és tanultam annak idején, de valahogy mindig azt éreztem, hogy nem gyógyítani kell az embereket, hanem inkább segíteni, hogy meg tudják élni azt a boldog, egészséges életet, amit mink szeretnénk mi is elérni. Tulajdonképpen a Nyílt Akadémiánál találtam meg azt a komplex tudást, ami nem csak gyógyításra, hanem önmagad megismerésétől kezdve a 10 életterületen keresztül mindenre tud megoldást adni. Ezt csak nagyon tudom javasolni mindenkinek, aki most hallgat bennünket, hogy nézzék meg az előadásokat, ingyenes részt nézzék meg, de a komplex tudást azt mindig a képzésekben kapjuk meg. Egy elviselhető, elfogadható áron, szerintem ez a 330 forintos óránkénti díj nem egy megfizethetetlen összeg,
ettől kivétel az első hónap, ahol 660 forintra jön ki, ez összességében havonta 19.700, és a többi hónapban pedig csak 9.800 forint. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy próbáld ki. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki megelégszik avval, hogy hallgatja a YouTube-on, és mindenki mondja, hogy nagyon tetszik, nagyon jó, és nem képes rá annyit áldozni. Tehát én mindig azt mondom, hogy az embereknek a tudásra vetett pénz, az soha nem kidobott pénz. Bármi másra ennél többet elköltesz, hogy nagyon belegondolsz, és végignézed a saját életedet. Csak javasolni tudom, hogy gyere hozzánk, tartsál velünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. 2016 óta ismerem személyesen, és meggyőződtem, hogy Szedlacsik Miklós mesterkócs képzései folyamatos és hatékony fejlődést biztosítanak nekünk. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg. 37 éve él boldog házasságban, feleségével Mariannal boldog családi életük van. Sokat tettek azért, hogy ez így legyen. Jól tudjanak együttműködni, kiegyensúlyozott családi életük legyen. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Példamutató, felelősségteljes és kötelességtudó tanító. Számára fontos, hogy az élet minden területén képes legyen megállni a helyét, és mások is képessé váljanak. Erről is meggyőződtem személyesen az évek során. Tele van lendülettel, energiával, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Átlag emberként kezdte, és az élet vezette mostani útjára. A 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. A PPH több mint 10 éve jól működő spirituális közösség. Nagyon sok ember fejlődésében segített már a Nyílt Akadémia létrehozásával. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezetője. Korábban az anyagi területen is sikereket ért el. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között a teremtőtől kap válaszokat, információkat. Küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Jelenlévők? Igen. Biztos? Jó. Oké. No, mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg van a világban? Szuper, világunk van, nem? Egyik bajból jövünk a másikba, nem? De ezeket a bajokat nem emberek csinálják véletlenül? Nem? Ugye azt tudjuk, hogy a vírus az nem egy élőlény. Nem? A baktérium az élőlény, de a vírus az nem. A vírus az olyan, mint a számítógép vírus. Ha nincs létrehozva értelmes lény által számítógép vírus, akkor nincs vírus. És ha nincs létrehozva betegségvírus értelmes lények által, akkor nincs betegségvírus. Akkor lehet gomba, lehet ez az amaz, lehetnek baktériumok, de a vírus
az nem egy élő lény. Hát most gondold végig, egy kő az hogy tud szaporodni? Ha földarabolod, nem? Másképp nem tud szaporodni. Magától egy kő nem fog szaporodni. Hát egy nem élő lény, az nem tud szaporodni. Egy élő lény tud szaporodni, egy nem élő lény nem tud szaporodni. Tehát a vírus az nem egy élő lény, ezáltal nem tud szaporodni. Akkor hogy van ez? Ugye ki a szaporító? Mi saját magunk. Ha bekerül egy vírus, akkor a szervezetünk szaporítja. Tehát az értelmes lény szaporítja a vírust. Érted? Vagy esetleg, mint ami bekerül egy netántán egy állatban, ami ugye azért ritkább, mert ugye az állatok általában ritkábban betegednek meg, mint az emberek, főleg a vírustól. Ezáltal ugye mi szokott létrejönni, akkor az állatban ugyanez van, maga az állat sejtjei elkezdik szaporítani a vírust. Na most igen ám, de annak a vírusnak valakit létre kellett, hogy hozza, hogy az létezzen. Mondom még egyszer, számítógépen nem lenne vírus, ha azt értelmes lény nem hozta volna létre. Betegségben nem lenne semmilyen vírus, ha azt értelmes lények nem hozták volna létre. Ha bárki az ellenkezőjét állítja, hazudik. Oké? Tehát bárki azt állítja, hogy a vírusok azok maguktól jöttek létre, az hazudik. Tehát a vírus az gyakorlatilag egy program. Az a program úgy van elkészítve, hogy a szervezet jó dolognak ismerje föl, és kezdje el szaporítani. És ezáltal az illető megbetegszik, ugyanúgy, mint a számítógép esetén. A számítógép is megbetegszik a vírustól. De ha van ugye a számítógépen vírusírtó program, akkor ez meg tud oldódni. Na most nem tudom, hogy neked van-e vírusírtó programod. Magadban! Tehát a te agyad az úgy működik, mint egy számítógép. Ha azt akarod, hogy vírus ne okozzon neked problémát, akkor benned kell lenni vírusírtó programnak, amit nem fog senki más beléd táplálni, csak te saját magad. Tudod ezt magadba betáplálni, ezt a vírusírtó programot. Na most, hogyha ezt hogy kell megcsinálni, nem itt fogom megtanítani. Hanem azon a képzésen, amin csak és kizárólag a tanulóink vehetnek részt. Jó? Tehát, de ez tanítható, képzeld el, hogy hogy legyen vírusírtó programod. Érted? Ezt meg lehet tanulni, és lehet alkalmazni, ki tudsz magadban fejleszteni vírusírtó programot bármilyen olyan vírussal szemben, amit hallottál, és ezáltal valamilyen szinten információd van arról, hogy az egy vírus. Tehát mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy könnyebb dolgod lenne a vírussal kapcsolatban, mint mondjuk a baktériumokkal kapcsolatban, vagy a gombákkal kapcsolatban, mert azok önállóan működő lények. A vírus az meg általad működő valami, érted? Program, úgy hívják. No, tehát ez volt az egyik dolog ezzel kapcsolatban. Tehát mondhatjuk azt, hogy a vírust értelmes emberek hozták létre a Földön. Bármilyen vírust, bármilyen értelmes emberek, illetve az se biztos, hogy ember, mert bizonyos vírusokat a Földön nem az ember fejlesztett ki, nem az ember kezdte el vele az embereken való kísérletezést. Oké? Ezt csak úgy mondanám. Na most, de azt, ami nemrég jelentek meg vírus, mondjuk az elmúlt évtizedekben, azt annak a mondjuk a 99%-át tudti, hogy az ember fejlesztette ki. Azt tudti, és méghozzá mesterséges módon. Jó? Tehát lényeg az, hogy elég érdekes világban élünk, ahol bizonyos olyan érdekek működnek a világban, amik
befolyásolni akarnak, nem azt mondom, hogy embereket, hanem téged. Oké? Téged akarnak befolyásolni, és egy kérdés van, hogy téged mennyire tudnak befolyásolni. Ez a kérdés. És milyen irányba befolyásolnak? Hát én azt látom, hogy most ez a tömeges befolyásoló valami, amit a világban folyik, az mintha nem jó irányban befolyásolna az embereket, nem? Mit jelent ez a nem jó irány? Tehát nem győzöm hangsúlyozni, és ez ennek utána lehet nézni, hogy az ilyen proféciák avval kapcsolatban, hogy mi várható körülbelül ez időtájt, azok bejöttek, vagy kezdenek megvalósulni. Akkor azok a jövendőlések, amik bizonyos emberek, nem jövendőmondók, nem, csak egyszerűen olyan beosztásban lévő emberek nem jövendőltek, hanem mondták, hogy hogy kellene lenni dolgoknak a jövőre nézve, például hogy kellene csökkenteni az emberiség lélekszámát, stb. Stb. Ezek, ha kicsit utána nézel, ezek megint csak bejöttek. Ugye az a baj, hogy ezekről felvételek készültek. Tehát még annak idején, tehát utána lehet nézni, hogy bizonyos hatalomban lévő emberek mit akartak volna az emberiséggel tenni, ha megtehették volna. Lehet, hogy ők nem tehették meg akkor annak idején, de mintha már kezdenék ezeket a dolgokat megtenni. Na most, ami a világban történik, például ha az két ember konfliktusa, vagy két szervezet konfliktusa, vagy két ország konfliktusa, az soha nem úgy jön létre, ha nem tudják a konfliktusokat rendezni, tehát mindig itt van ez a ha nem tudják a konfliktusokat rendezni, és mondjuk háborúskodás lesz belőle, vagy harc lesz belőle, vagy ellenségeskedés lesz belőle, az mindegy, hogy ez egy családon belül van, mindegy, hogy mondjuk egy szervezeten belül van, vagy két szervezet ellentéte, vagy két család ellentéte, vagy két személy ellentéte, vagy két falu ellentéte, vagy mit tudom én, két ország ellentéte, akkor ha ezt nem tudják kommunikációval rendezni, akkor mindig van egy harmadik fél, amely szítja az ellenségességet. Mondom, mindig, kivétel nélkül. Oké? Okay? És ugye megnézzük, ugye, hogy történtek itt a dolgok. Bármilyen forradalom egy országban úgy jött létre, hogy volt, akiknek harmadik félnek érdeke volt, hogy abban az országban zűrzavart hozzon létre. A forradalmak azok mindig zűrzavart hoznak létre, és volt egy harmadik fél, amelyiknek az volt az érdeke, hogy a forradalom révén zűrzavar legyen abban az országban. Mondok példát, 1956. 1956 te azt úgy tanultad, hogy a nép felkelt az elnyomóival szembe. Mikor én ezt tanultam történelemből, meglepődtem ezen a kérdésen, mert miért akkor lázadt föl a nép, amikor már jobban megy? Tehát amikor már nem olyan az elnyomás, amikor már nem kell úgy beszolgáltatni. Tehát ami azt jelenti, hogy már sokkal jobb a világ, és akkor föllázad a nép. Akkor, mikor rossz volt, akkor nem lázadtak föl. Ezt történelemben, mikor tanultuk, nem értettem, de nyilván nem kérdeztem meg a tanártól, mert eszembe se jutott, hogy megkérdezzem. De amikor otthon foglalkoztam ezzel a kérdéssel, választ természetesen nem kaptam rá, hogy vajon miért akkor lázad föl egy nép, mikor már jobb, miért nem akkor, mikor rossz.
Miért nem Rákosi alatt lázadtak föl? Miért Gerő Ernő alatt rázadtak föl, amikor már könnyebb volt? Na most, hát azért, mert volt egy harmadik fél, amelynek akkor volt érdeke, hogy a magyarok föllázadjanak. Mi volt ez a harmadik fél? Nem tudom, tudjátok-e, hogy az időben van, volt 56-ban a Suezi csatorna egyiptomi államosítása. Márpedig a Suezi csatornát az angolok birtokolták, és fogták, és elvették a Suezi csatornát az angoloktól, az egyiptomiak, mert az az országukon ment át. Kész, magyarul államosították. De hogy ez az államosítás ne menjen végbe, ugye, elkezdtek fölvonultatni a haderőt az angolok. Erre mit csináltak az oroszok? Azt mondták, hogy megvédjük a egyiptomi államosítást. Erre mit csináltak az angolok? Először a lengyeleknél nyáron nem is tanultunk róla, egy szót nem tudtunk róla, a szocializmusban egy hangot nem tanítottak arról, hogy nyáron a lengyeleknél forradalom robbant ki. Az oroszokkal szembe. Oké? Okay? Illetve az akkori lengyel vezetéssel szemben. Nem is tanultunk róla. Mint utólag kiderült, angol és izraeli titkosszolgálat generálta az egész forradalmat. Majd csináltak októberben nálunk egy forradalmat. Megint, ugye milyen helyen? Ott, ahol az oroszoknak volt érdekeltsége. Miért? Hogy a figyelmét és a katonai erejét a kelet-európai forradalmak kössék le, és ne a Suezi csatorna védelme. Világos ez? És te meg azt hitted, hogy meg én is, hogy hú, hát volt egy csodálatos népfelkelésünk. Aha, az amerikai, vagy az angol és az izraeli titkos szolgálat segítségével. Oké? Okay? Na, akkor nézzük tovább a dolgot. Kicsit menjünk előrébb, jó? Az első világháborúig kellene előre menni. Ami hogy robbant ki? Úgy robbant ki, hogy tehát valahol itt akartak kirobbantani valami dolgot, háborút. Miért? Azért, mert egy területen, mint látod a világban, nem jó, ha három birodalom van. Most is három birodalom van. Van az orosz, van az amerikai, meg a kínai. Oké? Okay? Tehát az nem jó. Európában pedig három birodalom volt. Sőt, ugye négy, mert volt az angol, de hát ugye az világ, a német, az osztrák, meg az orosz. Most is egyébként így van, mert ugye az EU is elvileg birodalom. Az EU. Na szóval nem jó, ha ennyi birodalom van, és a birodalmakat meg kell szüntetni. Most is ez a törekvés. Ha látnád, Amerika törekvése az, hogy megszüntetni az orosz és a kínai birodalmat. Meg az EU-t is, mint birodalmat. Oké? Okay? Csak hogy tiszta legyen ez a kérdés. És hogy egy birodalom maradjon. Ugye az angoloknak is az volt a céljuk, hogy egy birodalom maradjon Európában. Az angol. Oké? Okay? Ezért mit csináltak? Egy gyilkosságot csináltak. Érted? Amire azt mondták, hogy szerb, nacionalista, stb. Hát megfizetni bárkit, vagy megzsarolni bárkit lehet, érted? Titkosan. Utána úgyis megölték, hát úgyse derül ki, hogy kicsoda csinál, vagy hogy miért csinálta az egészet. Nyilván kellett egy indok, hogy a monarchia megtámadja Szerbiát. Oké? Okay? Ez volt az indok. Mit csináltak erre az angolok? Abban a pillanatban, amikor a monarchia megtámadta Szerbiát, hadat üzent a monarchiának. Anglia hadat üzent a monarchiának. Mi köze volt Angliában, Angliának a tengeren túlon, mármint úgy tenger, hogy van köztük egy csatorna, ugye, Európa és Anglia között,
Lényeg az, hogy mi köze volt a monarchia, tehát osztrák-magyar monarchia, és a szerbek konfliktusához. Semmi. Fogták, hadat üzentek az osztrák-magyar monarchiának. Erre ugye tisztában voltak ezzel a németek, hogy ez gond, ezért mit csináltak? Az osztrák-magyar monarchia mellé álltak a németek, hogy megvédjék az osztrák-magyar monarchiát. Innen indult ki a háború, tehát ki kezdeményezte világháborúvá a drága látos angolok. Világos voltam? Akkor menjünk tovább, második világháború. Második világháború, nem tudom, tudjátok, hogy indult el. Ugye úgy, hogy a németek megtámadták Lengyelországot. De miért támadták meg Lengyelországot? Azt tudjátok? Mert volt egy Kelet-Poroszország nevezetű ország része Németországnak, ami közvetlen kapcsolatban nem volt Németországgal, úgy, mint később Nyugat-Berlin. Egy út vezetett oda, hogy kereskedjen a saját anyag országával, Németország Kelet-Poroszországhoz. Egy saját út, de a Kelet-Poroszország akkora, mint egy hatalmas megye Magyarországon, érted? Tehát mintha lenne nekünk mondjuk Erdély, érted? Mondjuk nem ilyen formában, külön, és ugye az lett volna a megállapodás, hogy Erdéllyel mi kommunikálunk, és az megmarad a Magyarország része. És akkor azt mondták volna a románok, hogy akkor elvágjuk a csatornát, érted? Tehát ezt a közvetlen kapcsolatot. Na, ugyanezt csinálták a lengyelek, az angolok szítására, csak úgy mondanám, az angolok szították, hogy vágják el a kommunikációt a Kelet-Poroszország, Kelet-Németország, tehát a poroszok ugye németek, és Németország között. Tehát mintha Nyugat-Berlin és Nyugat-Németország között, ugye volt egy autópálya, amint folyt a forgalom, mintha azt a Kelet-Németország fogta volna, és elvágta volna, érted? Ugyanez. Na, ugyanaz, csak akkor ugye azt nem vágták el, de fogták, és a lengyelek elvágták ezt a közvetlen kapcsolatot a két ország rész között. Erre mit csináltak a németek? Megvédték a saját porosz. Miért? Mert a lengyelek azt a területet ráadásul még vissza is követelték Lengyelország részeként. És az volt a lengyelek első lépése, hogy elvágták a kapcsolatot Németország és Kelet-Poroszország között. Világos ez? Erre mit csináltak a németek? Megtámadták egyszerre az oroszokkal a lengyeleket. Ugye erről se sokat tanultunk, és felosztották Lengyelországot. Az oroszokkal megállapodást kötöttek, és egyszerre megszállták a két felét a lengyel országnak. És az azt jelenti, hogy fele Oroszország élet, fele meg Németország. Oké? De ezzel Poroszország és Németország között, Kelet-Poroszország és Németország között lett egy közvetlen kapcsolat. Erre mit csináltak a lengyelek, az angolok? Azonnal hadat üzentek a németeknek. Ismételték az első világháborút. Megismételték. Hadat üzentek az angolok a németeknek. Tehát kikezdték, mi közük volt a lengyelekhez. Mi közük volt a lengyelekhez? Az angoloknak. Mi közük volt a szerbekhez? Az angoloknak. Semmi. A második világháborút egyértelműen Anglia kezdeményezte. Nehogy azt higgyétek, most védem Németországot. Csak ez így indult. Világos ez? Nyilván a németeknek se kellett volna azokat a lépéseket megtenni, amit később megtettek, de ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy gyakorlatilag Európában két évig nem volt háború, kivétel Szovjetunió területén. De itt nem volt.
tehát ezen a részen elfoglalták a dolgokat, és onnantól kezdve nem volt háború. A háború onnan folytatódott tovább, két év után, mikor beindult az amerikai partraszállás. Világos ez? 44-ben. Tehát 44 és 42 között nem volt háború Európában, csak a szovjet részen. Hát ezért tudtak háborúzni a németek. Világos ez? Mert ezzel a részre nem kellett foglalkozni, mert itt nem volt háború. Onnantól kezdődött a probléma Oroszországban, illetve Szovjetunióban, amikor megindult a partraszállás, és ezáltal kettő front nyílt. Oké? Addig végig a németek támadtak és haladtak előre, addig még nem kellett egy új frontot nyitni nyugaton. Világos ez? És onnantól, ugye ez is egy megállapodás volt, az oroszok és az amerikaiak között, mindegy, ez egy dolog. De nem is ez a lényeg. Csak hogy lássátok a történelmet, és minden esetben úgy volt, hogy a két országnak volt egy konfliktusa, mindig volt egy harmadik, amelyik szította. Mindig. Érted? Soha nem a két ország, és lett azáltal egy nevető harmadik, nem tudom, világos-e. Egy nevető harmadik. Ugye ismerjük ezt, hogy a nevető harmadik. A nevető harmadik az, amelyik mindig a konfliktusból hasznot húz. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább ezt a dolgot. Most mi a helyzet ezzel, ami most van? Hát onnan indul az egész, hogy ugye az Ukrajna az mindig az Oroszország része volt. Tehát mindig Oroszország része volt. És az Ukrajna azt jelenti, hogy határvidék. Ami azt jelenti, hogy az orosz határvidék. Ugye tudjuk, hogy az orosz birodalom az mindig sok nemzetiségű volt. Tehát nem csak oroszok lakták. Csak egy része az orosz. És ugye mi történt az elmúlt időszakban? Az elmúlt években? Ugye az történt, hogy az Ukrajnát át akarták állítani Amerika barátra. Amerika barátra. Egy olyan országot, amelyik ezer éve Oroszország része, érted? És lényeg az, hogy hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, mivel ugye az orosz köztársaság, tehát az Oroszországban lévő köztársaságok, az gyakorlatilag szinte olyan, mint nálunk a megyék. Érted? Csak ott minden nagyban. Tehát mondhatnánk azt, hogy Ukrajna az orosz birodalomnak az egyik magyar nyelven mondva megyéje volt. Érted? Na most ez olyan, mintha el akarnák szakítani tőlünk az egyik megyénket. Hát csináltunk ilyet, vagy csináltak velünk ilyet, hogy nem is egy megyét elszakítottak. Nyilván nekünk se esett jól. Na most gondold végig, ugye az oroszoknak sem esik jól. Hát ugye például Ukrajna és Oroszország között nincs rendes határ. Tehát ott nincs határ, nincs határellenőrzés, meg ilyenek. Nincs határ. Sose állapodtak meg határban. Miért nem? Mert nem kellett. Minek? Egy olyan, ami része a orosz birodalomnak, ott nem kell határ. Nekünk sincs a megyék közt határ. Érted? Csak mondom, gondold végig, hogy ott minden nagyban. Tehát náluk, mivel, mit tudom én, százszor akkora Oroszország, mint Magyarország, ezért egy megyéje is százszor akkora. Idézőjelben, ugye ott nem megyének hívják. Na most mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol állandóan konfliktus szítanak. Miért? De miért kellettek ezek a konfliktusok? Tehát miért kellett első világháború, miért kellett második világháború? Miért vannak ezek az ellenségeskedések? Semmi másról nem szólnak ezek az ellenségeskedések, egyszerűen csak a népirtásról. Semmi másról. Tehát semmi másról nem szól. Tehát
azért csinálják, hogy meggyengítsék azt a területet, azon a területen lévő embereket, meggyengítsék és megritkítsák, és utána azt csináljanak velük, amit akarnak. Semmi másról nem szólt, soha semmilyen háború, csak erről. Legalábbis itt a Földön. Világos voltam? Tehát arról szól egy háború, hogy megsemmisítsék a lakosság egy részét, a másik részét ugye meggyengítsék, és utána azt csináljanak velük, amit csak akarnak. Ha megnézed, a kisebb csaták ugyanerről szóltak, a kisebb háborúk, amikor még törzsek háborúztak egymással, az is pont erről szólt, semmi másról. Meggyengíteni ott annak a létszámát, meggyengíteni magát a közösséget, meggyengíteni magát az egyént, a családokat, mindent, mert ugye a családok egy jó része esetleg elveszíti egy-két tagját, tehát meggyengíteni mindent, és utána azt csinálni az emberekkel, amit akarnak. Világos ez? Tehát a győztes azt csináljon velük, amit akarnak, és ki a győztes mindig? A nevető harmadik. Ha visszaemlékszel, azt mondja, hogy földrajzi tanulmányunkban, ott tanultunk gazdasági dolgokról, ha jól emlékszem. A földrajzi tanulmányaink az általános iskola és középiskolában már lehet nem volt. De általános iskolai földrajz tanulmányunkban volt olyan, hogy Amerika mikor gazdagodott a legjobban. Nem emlékszel erre? Tisztán világosan emlékszek erre. Első világháború, második világháború, koreai háború és vietnámi háború. Oké? Akkor volt a legnagyobb gazdasági fellendülés, akkor volt a legnagyobb növekedés, akkor volt a legnagyobb életszínvonal növekedés. Miről beszélünk akkor? És ugye addig ennyi háborút viselt Amerika más országokkal szembe. Addig akkor négyet. Azóta már többet. Tehát most gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol erről szól a történet, hogy azt a területet meggyengíteni, és utána azt csináljanak velük, amit akarnak. Mit jelent ez az azt csinálni velük? Hát nézd meg, a történelem során a vesztesek, azokkal szó szerint azt csináltak, amit akartak. Úgy nyomták el őket, ahogy akarták. És az ilyen háborúkban igazából, hát mondjuk, hogyha a saját területén is folyik a háború, természetesen, akkor veszteség van. Ha nem a saját területén folyik, akkor kisebb a veszteség jóval. Az USA-nak azért volt jó, mert a saját területén nem folyt háború sose. Mindig a gyarmatain folyt, ha folyt azon is. Mert ugye a csendes óceánon a gyarmatain folyt háború. Tehát a saját országában sose. Putyinnak addig jó, míg a saját országában, mármint a saját orosz részen, tehát a saját területein nem folyik, bár most ugye folyik, mert az is az Oroszországhoz tartozó rész, Ukrajna, pedig mindig azt mondják, szuverén állam, hát azért, mert egyes országok annak hiszik, azért szuverén állam, mások meg nem hiszik annak, na mindegy. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye az oroszoknak addig könnyebb, míg nem az ő ország részében vagy országában folyik a dolog, de az Amerikának meg még könnyebb, mert megint óriási távolságban van ugye a hadszíntértől az ő országuk. Na most ezt miért mondom? Mert az embernek át kell látni, hogy mi miért van. Tehát át kell látni, hogy itt arról szól a történet, hogy most van egy háború, ezen a háborún keresztül elérni az USA minél nagyobb szankciókat elérjen, érted, az oroszokkal szemben,
mi ebben, mivel NATO országok meg vagyunk, tehát NATO országok vagyunk, ezáltal szövetségese vagyunk az USA-nak, tehát az összes NATO ország a szövetségese az USA-nak, akkor, de vannak olyan országok, amik nem NATO-s, de EU-s, az meg szövetségese az EU-nak, tehát hogy azok az országok, akik szövetségesei az USA-nak, közvetlen vagy közvetett módon, mindegy, azok szankcionálják az oroszokat. Miért akarják ezt elérni, ugye az amerikaiak? Hát azért, hogy az oroszok visszaszankcionáljanak. De azzal mit érnek el? Azt érik el, hogy az európai gazdaság a jelenleginél is nagyobb zuhanáson fog keresztül menni. Miért? Mert az európai gazdaság az gyakorlatilag Oroszország nyersanyagaiból élt. Érted? És energiájából élt. És mondhatják azt, hogy jaj, de jó, akkor legalább mit mondhatja Amerika, majd tőlünk kell, hogy vegyék 6-szor annyiért. Na most, ha 6-szor annyiért kell megvenni a nyersanyagot, vagy az energiát, akkor gondold végig, a te életszínvonalat hol lesz? A béka hátsó felén. Érted? Na most nyilvánvaló, tehát itt az a amerikai háttér egyértelműen, hogy szankcionáljon az összes ország, érted? Vegye részt benne, erre válaszként mit fog csinálni az orosz? Szankcionál ők is. Mi meg úgy megszívtuk, mint a boci. Amerika meg dörzsöli a tenyerét, hogy jó, akkor kiiktattam az európai birodalmat is, az EU-t. Világos ez? Jó? És akkor még drukkolok, hogy az orosz is elvérezzen, mondja az Amerika, érted? És akkor már csak a kínai van. Akkor már csak egy birodalmat kell valahogy kicsinálni, hogy ők maradjanak egyedül. Érted? És ehhez az emberek asszisztálnak. És akkor azt gondolják, hogy hát mi mit tehetünk? Hát legalább annyit tehetsz, hogy helyesen gondolkodsz. Érted? Tehát ha az emberek helyesen gondolkodnának, akkor nem írnának hülyeségeket a különböző médiába. Érted? És ezáltal a politikusok is, ha helyesen gondolkodnának, nem követnének helytelen cselekedeteket. Érted? És átlátnák azt, hogy ebből az egész kalamajkából, amit most itt Európában folyik, kihúzza a legnagyobb hasznot, egy nevető harmadik, amely jó távol van tőlünk. Miért kell neki hasznot húzni? Miért? Nagyon egyszerű. Mert az amerikai gazdaság soha nem volt ilyen bajba, mint amiben lett az elmúlt időszakban. Érted? Soha. Ami azt jelenti, hogy a dollár soha ilyen mértékben nem romlott, mint az elmúlt években, de képzeld el, mióta Ukrajnába balhé van, a dollár így emelkedik az összes valutához képest. Pedig éveken keresztül, hosszú éveken keresztül a egyéb valuták javult, kivétel a forint, javultak a dollárhoz képest, érted? Például most a nagyobb, a híresebb valutákról van szó természetesen. Tehát a svájci frank, az euró, meg stb. Ezek javultak. Főleg itt az elmúlt két évben, amíg a Covid volt, a dollár nagyot veszített az értékéből. Most pedig soha nem látott magasságokba emelkedett föl. Szóval lényeg az, hogy az amerikai gazdaság az úgy tud teret nyerni, hogyha mindenki tőle függ. Világos, legalábbis minél nagyobb rész a világban. Csak az a baj, hogy a termékek nagy részét ugye Kínában gyártják. És nem Amerikában.
És a nyersanyagok nagy része az nem Amerikában van, hanem Oroszországban. Tehát Oroszországban még minden hatalomnak, amelyik fájlalta a fogát Oroszországra, beletört a bicskája. Csináltak ilyet a franciák, Napóleon idején. Csináltak ilyet a japánok. Csináltak ilyet a németek. Már sok próbálkozás volt, és mindnek beletört a bicskája. Hát eleve, gondoljátok végig, hát a földnek az egy negyede. Tehát a szárazföldnek egy negyede az orosz birodalom. Na most, az akkora terület, hogy azt egy könnyen nem is lehet elfoglalni. Na nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha átlátnák az emberek, hogy milyen világot élünk, akkor átlátnák azt, hogy ami a médiában közölve van, például a háborúval kapcsolatban, annak a nagy része az mesehabbal. Érted? Mikor, mit tudom, ránézek a tévére nagy ritkán, hogy mit tudom, itt mond, mi van, amit háborúznak, és furcsa mód mindig ugyanaz a ház omlik össze. Érted? És közben eltelt, hetek teltek el lassacskán, és mindig ugyanaz a ház omlik össze. Hogy a fenébe? Ott minden ház egy ház. Minden ház ugyanúgy néz ki. Érted? Hát nem értem. Hát vagy közben fölépítették, azt kőműves kelem egy módjára építették föl, hogy reggelre leomlott, tudod? Szóval, miért lenne fontos, hogy jól lásd a dolgokat? Hát, hogy meg tud határozni, hogy mi a hazugság, meg mi az igazság. Mert ha a hazugságot igazságnak véled, az leviszi a hangulatodat, és rossz állapotba hoz. Tehát rossz hangulatod lesz, és rossz állapotba fogsz kerülni. És minél több hazugságról nem tudod megállapítani, hogy hazugság, és elhiszed, hogy az az igazság, annál rosszabb állapotban leszel. Tehát egy dolog, ami az embert jó állapotban tudja tartani, az az igazság. Mert az igazságok, tehát hogyha egy igazságot hallasz, az igazságot meghalva az ember tud tenni, még ha az az igazság negatív is, de tudsz tenni az a hatásának a csökkentésére, vagy akár az elhárítására tudsz tenni. De egy hazugság ellen nem tudsz tenni semmit. Érted? Tehát ha van tudásod, akkor képes vagy arra, hogy egy hazugságot felismerj, felismerd az igazságot is, felismerd azt, hogy az az igazság tényleg negatív, de ha az igazságra ráismersz, hogy az tényleg negatív, akkor ha van tudásod, tudsz tenni annak a hatásának a csökkentésére, vagy a teljes kiküszöbölésére. Érted? Na most, ha nem szerzel tudást, és nem foglalkozol az igazságokkal és a hazugságokkal, akkor mindig megetetnek, mindig bekapod a cumit, és ezáltal mindig szopsz, hát miért a cumit azt nem szopjuk? Hát mit csinálunk a cumival? És mi fog történni? Az azt jelenti, hogy érted? Elkámpos picsorodsz. Egyébként a cumiról eszembe jutott valami.
Nem feltétlenül az, amire gondolsz. Olyan 2 évesek lehettek azok a gyerekek, akikre rám bízták. Tőlem 10 évvel fiatalabbak voltak, másodunoka testvéreim, 2 másodunoka testvéremet bíztak rám Szabolcsba, annak idején, mikor lent nyáron nyaraltam náluk, és elő volt készítve cumis üvegbe a gríz. De ezt tudod, milyen finom volt? És én kicumiztam előlük. És utána milyen rendes gyerekek voltak, mert megették. Érted a grízt? Na, ennyit a cumiról. Meg a szopásról. Szóval, lényeg az, hogy hát de tényleg, gondold végig. Tehát egyetlen egy megoldás van egy olyan világban, ahol az embereket kiszolgáltatottá akarják tenni. Hogy te nem hagyod magad kiszolgáltatottá tenni. Hogy tudják most elérni az embereknél a kiszolgáltatottságot? Pont ezzel, amit most elmondtam. Hogy szankció ide, szankció oda, a gazdasági összeomlás. Tehát nem elég a gazdasági csökkenés, gazdasági összeomlás. Az óriási munkanélküliséget fog eredményezni, óriási, nem tudom, tudjátok-e, hogy a Mercedes éppen leállt. Itt Magyarországon, mit tudom én, melyik üzeme teljesen leállt. Csak úgy mondanám. Jó, ez most volt valamelyik gazdasági hírbe. És lényeg az, hogy mondom, gazdasági összeomlás, ezáltal anyagilag, gazdaságilag összeomlanak az emberek, de mennyire lesz ez jó nekik, kérdés az, nem? És utána mit lehet elérni az emberekkel, a gazdaságilag, tehát anyagilag összeomlanak, azt csinálnak velük, amit akarnak. Szó szerint, érted? Szó szerint. Tehát ahhoz képest, ami forgatókönyv van most a világban, legalábbis ezen a területen, ahhoz képest a Covid az nudli volt. Jó, de ezt én mondtam előre, hogy ami ezután következik, majd a Covid után, az rosszabb lesz, mint a Covid. Jó, tehát gondold végig, a Covid-dal nem lehetett azt elérni, hogy az emberek gazdaságilag összeomoljanak. De azzal, hogy egymást szankcionálják majd az EU meg a oroszok, el lehet érni a gazdasági összeomlást Európában. Az oroszoknál nem lesz gazdasági összeomlás, mert az oroszok hátán fát lehet vágni. Érted? Tehát azok, hogy most egy kicsit rosszabbul fog nekik menni anyagilag, vagy akár lényegesen rosszabban, az nem fogja őket megviselni, mert eddig sem volt nekik happy. Világos ez? Legalábbis a legtöbb orosznak. Tehát most ez, és akkor mi van? Tehát gyakorlatilag, amit itt megviselhet, az elsősorban a nyugat, másodsorban mi itt már Közép-Kelet-Európában. Érted? Mert ugye mi is követjük a nyugati fejlődést, ezért komoly visszaesést fog tudni ez okozni ez a dolog. Ez már, ha nem látnád, elindult. Néztem KSH kimutatásokat, most már 8,3 a bevallott infláció. A bevallott infláció 8,3, úgy, hogy a KSH felsorolja, mit tudom, így hosszasabban, hogy milyen termékek hány százalékkal drágultak. És a termékek, tehát ilyen fogyasztói termékekről van szó, és a termékek nagy része az 20-25%-ot drágult egy év alatt. Most onnantól kezdve csak azt nem értettem, hogy hogy jött ki akkor abból a 8,3. Mintha nem tudnának a KSH-ban számolni. Nem tudom, hol jártak ők matekra, anno annak idején, de mintha vagy a számológépük rossz, érted, vagy valami nem stimmel. Hát mert ugye az átlagszámítás az egyszerű,
mert össze kell adni az összeset, és utána ki kell osztani a darab, el kell osztani a darabbal, és akkor kijön az átlag. Ennyi. De nekik nem az jött ki, ami ránézésre látszik. Nem is tudom, ki hiszi el, hogy ennyi, aki azt elolvassa, hogy annyi az infláció. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kérdezem én, hogy akik PPH-sok és már itt vannak, azok tudják, hogy a jövőre nézve mi lehet a megoldásuk, de kérdezem én azoktól, akik nem PPH-sok még, csak ugye nézitek a díjmentes videókat. Akkor hogy oldod meg ezt a fajta működést? Ja, és akkor azt mondhatnád, hát hogy oldom meg? Pozitív gondolkodással. Mert mindig arra gondolok, hogy ez nem így lesz. Oké? Okay? Ez olyan, tudod, mint mikor úgy vezetnél, hogy te pozitívan gondolkodsz, és akkor azt mondanád, hogy hát akkor minek fogjam a kormányt? Mert úgyse fog semmilyen baleset érni. És akkor így hátra tennéd a kezedet, és csak nyomnád a gázt. Érted? És semmi gond nem lenne. Mert te pozitívan gondolkodsz, és te elhinnéd azt, hogy veled semmi nem történne. Szerinted nem történne? Tehát azért bizonyos esetekben kevés a pozitív gondolkodás. Oké? Például ebben az esetben is, ami most van. Tehát ezt látni kell, hogy ez az egész azt fogja eredményezni, hogy óriási gazdasági visszaesés lesz, amit az egyének kőkeményen fognak érzékelni. Érted? De megmondom őszintén, ez nekünk baromi jó. Miért? Mert tizenvalahány éve mondom, hogy az emberek akkor kezdenek szellemi nyitottá válni, tehát akkor indulnak el a szellemi fejlődés útján, akkor kezdenek szellemiséggé válni, amikor elkezd nehézségeik lenni. A legtöbb ember ugyanis azt tapasztaltam, hogy mindig nehézségek hatására nyúlt a szellemiség irányába. A legtöbb ember, nem mindenki, de a legtöbb ember. Tehát gondjai voltak valamilyen téren, és nem tudta megoldani, és egyszerűen azt mondta, már a fizikai dolgok nem tudnak segíteni, valami más kell. Azt pedig úgy hívják, hogy szellemiség. Nincs más. Tehát két út van az embernek, két útja, te választod ki. De ez az út valamilyen szinten összeér, és időnként súrolja egymást. De mégis teljesen külön út, mert nem a végén súrolja egymást, hanem az elején. Az egyik az anyagi gondolkodás, a másik pedig a szellemi gondolkodás. Az azt jelenti, hogy miért súrolja egymást, mert nehéz úgy szellemi téren haladni, hogyha az anyagiak nincsenek rendben. Érted? Mert ha az anyagiak nincsenek rendben, akkor gondot, problémát hoz ez a dolog az ember életébe. Ugye ezt biztos számosan tapasztaltátok közületek. Tehát ezáltal ugye az ember egy darabig ezen a két úton egyszerre halad. Vagy kellene, hogy haladjon. De a legtöbb ember csak az egyik úton halad, a másikon nem. Érted? Halad az anyagi úton, nem véletlenül bal kezemben mutatom, és a szellemi úton, jobb kezemben mutatva, pedig nem halad. Na most, ha rátér az ember a másik útra is, és elkezd a két úton egyszerre haladni, az már egy előny. De előbb-utóbb az azt kellene, hogy eredményezze, hogy ez a két terület míg súrolja egymást, addig kellene megteremteni az anyagi hátteret.
Világos ez? És onnantól kezdve olyan anyagi hátteret kell megteremteni, ami akkor is működik, azzal párhuzamosan is működik, amikor te már nem az anyagiakkal foglalkozol, csak a szellemiséggel. Mivel ezt nem tudják a szellemi emberek, legalábbis a nagyon nagy része, ezáltal gyakorlatilag elindulnak a szellemi úton, és mivel nem teremtették meg az anyagi hátteret, ezért kilóg a gatyájukból a fenekük. Mert lukas a fenekük. Mármint a gatya. És nincs pénz kicserélni. Hanem a pénzzel van gond, akkor még az egyéb dolgokkal is gond van, mondjuk párkapcsolat, stb. Jó, tehát lényeg az, hogy még egyszer mondom, tehát az ember elindul az anyagi világban, 28 éves korra meg kellene teremteni az egzisztenciát. És régen meg is teremtették. Csak akkor nem tudtak hol szellemiséget tanulni, az volt a baj. De 28 éves korra megteremtették az egzisztenciát. Nyilván nem kacsalában forgó palotát. Tehát kacsalában forgó palotát nulláról most sem lehet megteremteni 28 éves korra, csak csalással, hazudással, stb. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát 28 éves korra normális esetben ez megtörténik, hogy az emberek, vagy megtörtént inkább azt mondtam, valamilyen szintű egzisztenciát megteremtenek. Ez most kitolódott, most már 35-re kellene ezt megcsinálni. Oké? Tehát 35 éves korra azt a minimális egzisztenciát, hogy van fedél a fejed fölött, van egy anyagi viszonylagos biztonságod, érted? Ez megvan. Családod elindult, párba vagy minimum, stb. Stb. Vagy esetleg már vannak gyerekek is, ezt addigra meg kellene teremteni. Ez az alap. Majd, ugye, az a jó, hogyha már közben rátért az ember a szellemiségre. Ugye a szellemiségre 28 éves kortól kellene rátérni. Legkésőbb. Jó, lehet, hogy ez is kitolódott, ez most már 35. De legkésőbb 35-re el kellene kezdeni foglalkozni. Nyilván soha nem késő, valaki később kezdi, mert nem is tudta, hogy előbb kellett volna kezdeni, akkor úgy járt, de akkor később kezdi, mindegy. Jó, tehát jobb később, mint soha, persze. Tehát elindul az ember a szellemiség területén, de olyanból kellett megteremteni az egzisztenciát, vagy kellene megteremteni az egzisztenciát, ami akkor is termel pénzt, amikor a szellemiséggel foglalkozol. Világos ez? Az meg a Kánaán, hogyha a szellemiség által keresel pénzt. Érted? Jó, tehát lényeg az, hogy ennek így kéne működni. És az azt jelenti, hogy szépen ez az anyagi terület, ez leválasztható. Miért? Mert magától megteremtődik. Nem kell hozzátenni plusz dolgokat, érted? Hanem csinálod a szellemiséget, és abból megteremtődik az az anyagi, amiből élsz, vagy él a családod. Érted? Nem tudom, ez mennyire volt érthető. Na most mi van, ha ezt nem csinálod meg? Semmi gond. Ha nem indulsz el a szellemiség útján, meg fognak majmolni. Cumizhatsz, és szopszhatsz. Oké?
ez van. Tehát megnézed, az elmúlt két évben is megcumisztattak embereket, nem? Kiderült, meg még meg is szopadtak. Hát de a szopás az miért csúnya szó? Rossz, aki rosszra gondol, tudod? No szóval, gondold végig, hol vannak olyan lehetőségek a Földön, amit most elmondtam. Olyan, hogy rátérsz egy szellemi útra, ott van az anyagi utad, rátérsz egy szellemi útra, a szellemi úttal megoldod azt, hogy ne kelljen majd az anyagi dolgokkal foglalkozni, azért nem, mert a szellemi dolgait teljes egészében megoldják. Hol van ilyen a PPA-n kívül? Sehol. Elmehetsz mondjuk buddhistának, érted? De akkor hagyd otthon a családod. Érted? Vagy elmehetsz például mondjuk szientológusnak, de ott is hagyd otthon a családodat. Érted? Tehát a családodat azt nem érted. Jó? Tehát ezeken a területeken tanítanak szellemiséget valamilyen szinten. A többi, hát az nem szellemiség, hanem az inkább vallás. Bár ugye a szientológiát is vallásnak mondják, meg a buddhizmust is vallásnak mondják, de a vallás az a nesze semmi fog meg jól. Érted? Tehát tanítanak olyan dolgokat, amit kellőképpen nem lehet megmagyarázni. Érted? Mert hiányzik belőle a logika. És olyan, amit hiányzik belőle a logika, azt lehet hittel pótolni, csak ha olyan dolgot próbálunk hittel pótolni, amiben nincs logika, az előbb-utóbb kudarcra van ítélve. Az illető számára természetesen. Tehát akkor olyan dolgok jönnek vagy létre az életében, ami nem úgy működik, mint ahogy működnie kellene. Na most az embernek egy komplex az élete, és az élet minden területére kell, amin ő működik, kell, hogy legyen tudása, hogy boldogulni tudjon. És hát az se baj, hogyha az ember a környezetében is, aki körülveszik őket, azok is tudnak, hogy neki ne okozzanak problémát. Tehát, és lehet, hogy mondjuk az egy nép, akár, hogy a népünk se okozzon nekünk egyéneknek problémát. Vagy lehet, hogy mehetnénk ezen egy kicsit túl, hogy az emberiség ne okozzon nekünk problémát, mint egyénnek, érted? Mert most okoz. A nép is, meg a népek is, meg az emberiség is. Tehát most gondold végig, hogyha az emberek a bolygón úgy gondolkodnának, hogy nem lennének gondjaik, mert feladataik lennének, és minden gondot simán azt mondanák, hogy hát ez nem probléma, ez egy feladat. Akkor gondold végig, hogy mennyivel jobb kedvűek, jobb állapotúak lennének, és mennyivel másabb lenne, hogy nem értelmeznék azt elnyomásként. Érted? Na most, egy tanítást azért beszúrok, jó? De ez a tanítás nyilván a módszereink nélkül nehezen lesz megvalósítható. Ez a tanítás a következő, hogyha otthon neked okoz valaki, bárki, rokonod,
hozzátartozott problémát. Fordítsd át ezt a problémát, és mondd azt, hogy feladat. Magadban. Abban a pillanatban, tehát milyen probléma? Például mondjuk nem úgy kommunikál veled, ami neked jól esik. Ugye ez egy egyszerű dolog, napi szinten szinte elő tud fordulni. De heti szinten biztos. Ja? Hogy valaki nem úgy kommunikál veled a hozzátartozóid közül, ahogy szeretnéd. Vagy bárki más részéről, vagy a munkáltatód részéről, vagy bárki más részéről. És mi lenne, ha csak annyit csinálnál, hogy feladat, ezt mondanád magadba, nem neki, magadba. Jó? Próbáld ki, csak ennyit mondok, próbáld ki. Jó? És rájössz, hogy ez milyen jól tud működni. Szóval, ennyi a tanítás rész ebből. Nem adok hozzá pontos módszert, hogy hogy juss el a végeredményhez. Ha akarsz pontos módszereket, akkor tanulj nálunk. Egy olyan közösségbe, ami Magyarországon a legnagyobb, volt róla szó, szellemi fejlődést nyújtó közösség. Érted? Lelki fejlődést nyújtó közösség. Méghozzá független. Független közösség, azt azért hozzá kell tenni. Mert ugye vannak nálunk nagyobbak, akik így hívják magukat, mondjuk lelki fejlődés, vagy szellemi fejlődés. Csak vagy nem közösség, vagy nem független. Oké? Okay? Mi az, hogy közösség? Az, hogy rendszeresen találkozunk. Személyesen. Oké? Okay? Ez a rendszeresség, ugye bizonyos módon hetente kétszer, bizonyos módon pedig havonta egyszer. Oké? Okay? Azok tartoznak egy közösségbe, akik rendszeresen találkoznak. És akkor érzed jól magad egy közösségben, ha ott szeretnek. Oké? Okay? Ha ott szeretnek. Ezért mit szólnál, hogyha meghívnánk úgy, hogy legyél tényleges tagja, az tanulók a tényleges tagja, egy olyan közösségnek, ahol az emberek szeretik egymást. És rendszeresen találkoznak. A rendszeres találkozást azt te határozod meg egyénként. Az lehet akár hetente kettő, lehet akár hetente egy, vagy két hetente egy, stb. Stb. Vagy havonta egy. De rendszeresen találkozol. Nem feltétlenül teljesen ugyanazokkal az emberekkel, mert mindig jönnek a közösségbe újak. De a nagy része az ugyanaz az ember. Oké? Okay? És mit szólnál, hogyha egy ilyen közösségnek a tagja lennél? Ahol az emberek jól érzik magukat, tanulnak, fejlődnek, elkezdik az életüket rendbehozni, például önmagukkal kapcsolatos bánásmódot, például a párjukkal való bánásmódot, például a gyerekeikkel, a szüleikkel való bánásmódot, a munkájukkal való bánásmódot, a pénzzel való bánásmódot, a környezetükkel való bánásmódot, a munkájukkal való bánásmódot, a hatóságukkal való bánásmódot, és a teremtőjükkel való bánásmódot. Megtanulja az ember szépen ezeket, és egyre jobban kezeli ezeket a területeket. Én felkínálom neked ezt a lehetőséget, de az, hogy te ebben élsz vagy nem élsz, az a te döntésed. De ez a közösség azért van, hogy bejuttassa az embereket az aranykorba.
Az aranykor pedig a szeretet, béke és boldogság kora, az a következő korszaka lenne az emberiségnek, egy olyan korszak, amely előszobája annak a korszaknak, amiért leszülettél emberi testbe, az a korszak pedig az, hogy visszakerülj egy magasabb szintű létformába, egy angyali vagy isteni létformába. Oké? Bár itt ugye mindenki legalább angyali létformából jött ide, nem feltétlenül ebbe az életébe, és visszakerülni az angyali, vagy az isteni létformába, mert ugye nem csak angyali létformából jöttünk, hanem isteni létformából is. Mind a kettő egyébként ugyanarról beszélek, csak az angyali létforma az isteni létformának egy alacsonyabb szintje. Oké? És akkor mondhatnánk azt, hogy az isteni létforma meg az angyali létformának egy magasabb szintje. Oké? Jó, tehát várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, és nagyon jó volt veletek együtt lenni ezen a hétvégén, és végre már szabad, viszonylag szabad módon tudtunk részt venni. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Miklósnak ezt az előadást ismételten. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy érzitek magatokat? Nagyon jó. Nekem valahogy olyan rövidnek tűnt ez a mai nap. Nem tudom, hogy 24 órából nagyon keveset töltöttünk itt. Hát még egyszer megköszönnék Miklósnak ezt a lehetőséget, hogy megadta nekünk, hogy lehetünk a mai nap házigazdái lehettünk. Nagyon örülünk neki, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. Köszönjük szépen még egyszer. Jó utat mindenkinek. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, és mindenkinek további jó utat és sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen.